Nemrégiben emlékeztünk meg március 15-éről, amelynek kapcsán több olyan írásos emlék van, ami a városunkat is érinti. Legújabb sorozatunkban Cupi Gyula, a Halis István Városi Könyvtár igazgatója vezeti be nézőinket a nagykanizsai eseményekbe. A legelső részben a könyvtár igazgatója elmeséli, hogy mikor és mit tudhatott Kanizsa lakossága a helyi történésekről. Mint fogalmazott, elsőként a könyvtár névadója, Halis István mondta el az 1890-es években, hogy mi történt Nagykanizsán. Majd Cser József, nagykanizsai származású tanító írta le az emlékeit. A századfordulón pedig Novák Mihály egész Zala megye történetét dolgozta fel. Ezt követően 1948-49-ben egy országos vizsgálat során felmérték, hogyan emlékeznek az emberek a 100 éve történt eseményekre. Ez jelent meg először az 1974-ben Zala megyében, ahol Kerecsényi Edit például elmesélte, hogy Zalakomár környéken hogy emlékeztek rá az emberek, akkor jelent meg egy korszerűnek mondható eseménytörténet a korabeli zalai eseményekről, és az igazi nagy özöne az ismereteknek az már tulajdonképpen a rendszerváltozás után indult el, amikor az alapvető forrásokat közé tették Molnár András és Herman Róbert nagyszerű munkái. Herman Róbert az országosan is ismert kutatója az időszaknak, és ő írta a Nagykanizsa monográfia, ez már a 21. század második kötetében az 1848-49-ről szóló fejezetet.